Ez a videó a kitalált középkor elméletről szóló több részes videósorozatom harmadik része. Ha érdekel a téma és nem látod a korábbi videókat, akkor javaslom, hogy e videó megtekintése előtt nézd azokat meg, máskülönben nem valószínű, hogy érthető lesz az, ami itt fog elhangzani. Link a leírásban, most pedig kezdjük! Heribert Illig a 90-es években úgy dolgozta ki a kitalált középkor néven ismerté vált elméletét, miszerint a történelmi időszalagon Krisztus születése óta a valósnál 300 al több év van, hogy nem is ismerte a középkori magyar történelmi forrásokat, pedig azok teljes mértékben alátámasztják az ő elméletét. Itt most konkrétan négy darab középkori magyar krónikára gondolok. Ezek a következők. Kézai hungaró Hungaróruma, a képes krónika, a turóci krónika, és végül Antonio Bonfini a Magyar Történelem tizedei című könyve. Ebben a videóban az ezekben a krónikákban lévő állításokat fogom a kitalált középkor szemüvegén keresztül szemügyre venni, mert a bennük leírt történelmi folytonosság és dátumok erősen eltérnek a hivatalostól. A magyarok honfoglalást megelőző történelme ezekben a könyvekben nagyjából a következő. A magyar nép, ami azonos a hunnal, Szkítjából származik. Egy napon a magyarok betörnek a mai Kárpát-medence területére. Ezt nevezik a krónikák a magyarok első bejövetelének, ahol is a rómaiak felett győzelmet aratnak. Ezekben a harcokban egy vagy kettő római császár meg is hal. Ezt követően a magyarok Attilát királynak választják meg, aki ezután kinevezi testvérét Budát a keleti tartományok helytartójává. Attila ezután behódoltatja a kelet-római birodalmat és feleségül veszi a kelet-római császárnak a lányát. Ezt követően egy bizonyos verónai detre, aki talán az egyik egykori római császár, vagy annak a fia, ráveszi Attilát, hogy támadja meg a római birodalom nyugati felét. Attila így is tesz és betör Galliába, ahol is a katalóni misíkságon útjába áll egy római hadsereg. Attilának azonban sikerül győzelmet aratnia, vagy legalábbis döntetlenre kihoznia a csatát. Attila ezt követően meghódítja Galia jelentős részét és visszatér a Kárpát-medencébe, majd később betör Itáliába, ahol is eléri Rómát, majd utána az esküvőjén orvérzés következtében meghal. Ezután egy háború tör ki Attila két fia Csaba és Aladár között. Csaba anyja a kelet-római császárnak a lánya, míg Aladár anyja egy német származású fejedelem. Csabát nagy részt a magyarok, míg Aladárt nagy részt a németek támogatják. Csaba veszít a trónutódlási harcban, ezért aztán nagyapjához menekül Konstantinápolyba, majd utána Szkítiába. Az ő leszármazottja az az Árpád vezér, akinek a vezetése alatt az úgynevezett honfoglalás megtörténik. A krónikák ezt nevezik a magyarok második bejövetelének. Nagyjából ennyi a sztori. Ezzel az a gond, hogy ezekre az eseményekre a középkori krónikák a hivatalostól erőteljesen eltérő dátumokat adnak meg. Most pedig végig megyek ezeken a krónikákon, és megvizsgálom részletesebben a bennük elhangzó állításokat. Haladjunk időrendben, és kezdjük a Gesta Hungarorummal. A művet 1283 körül írta Kézai Simon, akiről a nevén kívül nem sokat tudunk. Már rögtön a könyvelein elkezdődnek a furcsaságok, ugyanis a magyarok első bejöveteléhez Kézai az alábbi írja. Idézem. A világ hatodik korszakában a hunok Szkítiában laktokban, mint a fövény, úgy megszaporodván az úr 700. esztendejében egybegyülekezve magok között kapitányokat, azaz vezéreket vagy fejedelmeket állítának. Idézet vége. Egyébként ne zavarjon, hogy itt a hun szó van használva. Az eredeti szövegben a hungárus szó szerepel, sőt, kézai le is írja, hogy a hun, illetve a magyar nép azonos. Tehát... Kézai szerint a magyarok első bejövetele az a 700-as években történt. Azonban ez az esemény Attila életében következett be, aki viszont a hivatalos történelem tudomány szerint ezen a ponton már 250 éve halott. Menjünk tovább. Miután a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe és letelepedtek a Tisza környékén, Kézai a következő írja, idézem, azon időben Pannóniát, Pamfiliát, Frígiát, Makedóniát és Dalmáciát a Longobárt nemzetből Szabaria városából származott Makrinusz hat folytatásban tanult tetrarka kormányozta. Idézet vége. A tetrarkák a római birodalom negyedes fejedelmei voltak. A rendszer Diokleciánus római császár vezette be 293-ban, amikor is kinevezett maga mellé három másik császárt is a római birodalom irányítására. Azonban a rendszer csak pár évig volt hatályban 305-ig vagy 324-ig, attól függően, hogy számoljuk. Tehát, ha az első bejövetel a tetrarkia korában történt, akkor ennek valamikor 293 és 324 között kellett történnie, és nem a 700-as években. Hivatalosan egyébként Attila a tetrarchia korában még nem is élt, pedig az ekkor lezajlódó csatákban a magyar krónikák szerint már kapitányként harcolt. Haladjunk tovább, Kézai azt írja, hogy Makrinus segítségért folyamodik egy bizonyos verónai detre római királyhoz, mert a magyarok fosztogatni kezdenek a határ mentén. Ezért Detre seregével Makrinus segítségére siet, és feltehetőleg valahol Panóniában tábort ütnek. Feltételezem, hogy ez a Detre név nem ennek a császának a neve, hanem a titulusa, vagyis Tetrarha. Egyébként Verónai Detre felbukkan a német mondakörben is, de erről majd később. A magyarok átkelnek a Dunán, és a tárnokvölgyi csatában megütköznek a rómaiakkal, ahol is feleséget szenvednek tőlük. Azonban a rómaiak is komoly veszteségeket szenvednek, és a csata után elvonulnak a harcmezőről. A magyarok később utánuk erednek, és Cézőmaulnál ismét megütköznek a rómaiakkal. Erről Kézai ezt írja, idézem. Reggeltől délestig oly hevesen és dühösen folyt az ütközet, hogy Béla, Réva és Kadocsa, dicső hunkapitányok azon viadalban 40 magokkal elestek. Kiknek testeit is onnan visszavívén az említett bálványkőhöz többi bajtársaik mellé temették. Elesett azonnap Makrinus is a római seregből, és minél több német fejedelem. Dietrich homlokán nyíllal halálosan megsebesítvén, és csak nem az egész nyugodt sereg fogságba jutván és megszalasztván. Idézet vége. Tehát van egy ütközet, ahol úgy látszik két római is elesik, Makrinus és Titrik. Ez valóban igaz, akkor erről be kell számolni a más forrásoknak is. Nos, görög források beszámolnak egy bizonyos abrituszi csatáról, ami valahol a Duna melletti mocsarak közelében történhetett 251-ben. Ebben a csatában ütköztek meg a római légiók Traian Decius és Herenneus Etruscus római császárok vezetésével a Kníva nevű fejedelem által vezetett Gót és skita seregek ellen. A csatát a rómaiak elveszítik, és két császár a csata közben életét veszíti. A két csata leírása eléggé hasonló, csak van közöttük egy jó 450 év különbség. Egy másik különös egybeesés, hogy 305-ben a Tetrarchia korában, amikor is a magyarok első bejövetele és a Céző ütközet történik, ha a Kézai által leírtaknak hinni lehet, hirtelen két római császár is visszavonul. Diocletianus és Maximian. Diocletianus állítólag azért teszi mindezt, hogy káposztát neveljen a kertjében. Mennyire hangzik reálisnak, hogy egyszerre két római császár is visszavonul, és az egyikük azért, hogy földet műveljen. Ha engem kérdeztek, a Cézőmárói csata és az Arbituszi ütközet, valamint Maximian és Dioklecianus visszavonulása valójában ugyanaz az esemény, amik a többlet évek miatt vándoroltak el egymástól az időszallagon. Továbbá feltételezem azt is, hogy Maximian és Dioklecianus is csatában haltak meg, a nyugdíjba vonulásuk pedig utólagos hamisítás, vagy szimplán csak városi legenda. Haladjunk tovább. A csata után Attilát királyá választják. Kézai azt írja, hogy Attila később egy gyűlést tartott szevényben, bárhol legyen is az, ahova is több német törzsfő és király is eljött, hogy hűséget fogadjanak neki. Felbukkan azonban Verónai Detre is, aki ezen a ponton már nem császár, és úgy látszik sikerült túlélni a fejéből lőtt nyilvesszőt. De az is lehet, hogy a magyarok keverték össze az egyik tetrarchát a másikkal, vagy az egyiknek az utódjával. Minden esetre Detre azt tanácsolja Attilának, hogy vonuljon a római birodalom nyugati vidékei ellen, amit Attila meg is fogadott. Összegyűjtötte a seregeit, és miután meghódította Ilériát, Konstancánál átkelt a rajnán, majd a folyót követve Északra folytatja az útját. Bázelnél legyőzte egy bizonyos Zsigmond király seregét, majd bevette Strasbourg városát. Ez a Zsigmond felteltőleg azonos lehetett Zsigmond Burgund királlyal. A gond ezzel persze az, hogy nem voltak kortársak Attillával, mert a hivatalos kronológia szerint Zsigmond mintegy húsz évvel Attila halála után született. De haladjunk tovább. Attila ezt követően betört Galliába, majd onnan a seregének egy részét Hispániába küldte egy bizonyos Miramamonna szultán ellen. Ez a Miramamonna feltehetőleg az Amiral Muminint takarja, ami egy titulus sem, mint személynév, jelentése egy iszlám csoport vagy közösség vezetője. Adja magát a kérdés, hogy Attila ezt hogy tehette meg, ha az arab expanzió csak 200 évvel Attila halála után ér Hispániát. Erről a hispániai hadjáratról egyébként nyugati források is beszámolnak, csak nem az Hun hundisztetekben teszik ezt. A Wikipédia ezt írja a 409-es évhez. A vandálok Gunderik király vezetésével átkelnek a Pireneusokon és betörnek az ibériai félszigetre. Ez 42 évvel, azaz majdnem egy Julián naptányi szöktetéssel Attila galliai hadjárata előtt történik. A vandálok nem egyedül teszik mindezt, szvévek és alánok is kísérik őket. A szvévek egyértelműen németek, az alánokat azonban hivatalos történelemkutatás is hun népként tartja számon. Ezt követően azonban Attila szembe találja magát az Éciusz nevű római patricius és 10 másik nyugati király által vezetett hadsereggel. Attila megpróbál időt nyerni, hogy a seregének Hispániába küldött részét visszahívja magához, azonban a rómaiak csatára kényszerítik Attilát, amiről Kézai Simon ezt írja mely ütközetben a gótok királya Aldarik nyomorultan elesik, kinek halálát, amint többi királyok meg tudják, futásnak erednek. E naptól fogva emelkedett osztán föl a hunok és Etele király lelke, s félelem szállotta meg a föld s annak hallatára több ország adófizetéssel szolgált nekiek. Ez alapján úgy tűnik, hogy Attila megnyerte a történelem tudomány által katalonumi csatának nevezett ütközetet, de lehet, hogy ez csak elfogultság volt kézai részéről. Minden esetre Kézai azt írja, hogy Attila a csata végeztével meghódítja Gallia jelentős részét, majd hazatér. Ezt követően már az ismert menetben zajlanak az események. Attila később betör Itáliába, eljut Rómáig, majd két évvel később meghal az esküvőjén orvérzés következtében. Ezt követően pedig háború tör ki két fia, Csaba és Aladár között. Kézai Simon krónikájában a mi szempontunkból már csak egy érdekes adat található, mégpedig a magyarok második bejövetelére vonatkozólag. Kézai Simon ugyanis ennek az eseménynek a dátumát 872-re teszi, pedig a hivatalos történelem tudomány szerint az 895. A két évszám között a különbség pontosan 23 év, ami pontosan annyi, mint amennyi a különbség a görögök első olimpiai játékoktól számított időszámítása és a rómaiak Róma alapításától számított időszámítása között. Most pedig térjünk át a képes krónikára, amit az 1360-as évek környékén írt Nagy Lajos király parancsára Kálti Márk székesfehérvári pap. Kálti a Magyarok első bejövetele című fejezetet az alábbi sorral kezdi. Az úr megtestesülésétől számított 373. évben Valenc császárnak és első Kolesztiniusnak, római egyház pápájának idejében, a világ hatodik korszakában, a Szitja országban lakozó hunok megsokasodtak, majd elhatározták, hogy benyomulnak a nyugati tájakra. Tehát Kálti Márk a magyarok első bejövetelét, vagy legalábbis a hadjárat előkészületeit 373-ra teszi. Bár 373-ban hivatalosan nem történik semmi olyan esemény, ami ennek megfeleltethető, 374-ben viszont igen. A Wikipédia szerint ebben az évben a kvádok átkelnek a Dunán és elkezdik fosztogatni Pannonia tartományát. A történet úgy folytatódik tovább, ahogy Kézai Simonnál láthattuk. A magyarok két csatában megütköznek a Makrinus és Veronai Detre által vezetett rómaiakkal. A tárnokvölgyi csatában alul maradnak, a Céső mauri ütközetet azonban sikerül megnyerniük, ahol is Makrinus meghal, Veronai Detrét pedig fején találja egy nyilvessző. Kálti Márk a Cézőmauri ütközet helyét a mai Bécs közelében adja meg. Van egy csata a hivatalos történelem tudomány archívumában, amire illik ez a leírás, mégpedig az első Markoman háború keretei között 168-ban vagy 170-ben lejátszódó úgynevezett Karnuntumi csata, ami a mai Bécs közelében történt. A rómaiak itt egy Markomannokból és kvádokból álló sereggel ütköznek meg. Azokkal a kvádokkal, akik a hivatalos történelem tudomány szerint 374-ben benyomulnak Pannóniába, pont akkor, amikor a magyarok első bejövetele történik, Káti Márk szerint. A rómaiak ezt a csatát elveszítik. További párhuzam, hogy a rómaiakat Marcus Aurelius vezeti, aki valószínűleg azonos a magyar krónikák által emlegetett Makrinusszal. A csata Wikipédia oldalán a következő írják. A Markuman háborúk időrendjével több probléma is van. Nos, szerintem picit alulbecsülik az időszak nagyságát, aminek az időrendjével gond van. További érdekesség, hogy Marcus Aurelius szintén Bécs közelében, hadjárat közben hal meg. A hivatalos történelem tudomány szerint betegség következménye kép, de ha engem kérdeztek, valószínűleg csatában. Az ő halálától veszi kezdetét az úgynevezett késő római kor, és ez az a pont, amitől kezdve a korszak történelmi forrásai eléggé zavarosak kezdenek ellenni. Mint már mondtam, Kálti Márk szerint a magyarok első bejövetele Valenc császár ideje alatt történt. A legtöbb római császárnak több neve is van, Valens császárnak azonban csak ez az egy. Nem ismerjük sem a család nevét, sem semelyik titulusát. Nem lennék meglepve, ha az a Valenc császár egyezne valamelyik Valentianus császárral, csak az időszalagon betoldott évek miatt elvándoroltak egymástól. Minden esetre megnéztem, hogy bármi egyezést mutatta -e az élete azzal, amit a krónikák Verónai Detrélől vagy Makrinuszról írnak, és kiderült, hogy a halál nem egyezik Detrével. A Wikipédia Valens császár halálához a következő írja. Egy harmadik kétes szemtanúi beszámoló szerint Valenszet arcon talált egy lövedék, miközben rohamot vezényelt. Nem viselt sisakot annak érdekében, hogy az embereit bátorságra sarkalja. Valensz halála hivatalosan egyébként 378-ban az Adrianopoli csatában következett be, amikor is egy gótokból és alánokból álló sereg ellen küzdött. Haladjunk tovább, Káltimárk Márk Attila királya választásának az évét 401-re teszi, 28 évvel a Céző Mauri ütközet után. Hivatalosan ezen a ponton Attila még nem is élt. Ennek az ellentmondásnak valószínűleg az lehet az oka, hogy Attila születésének és a halálának a dátumai a betoldott idő miatt csúsztak. Ezt a gyanúmat Káltimárk Márk meg is erősíti később, ugyanis a következő térja Attila halálához. Attila 44 évig királykodott, 5 esztendeig vezérkedett, 124 évig élt. Megint ez a 44 éves különbség. Véletlen lenne? Nem hinném. Nem lennék meglepve, ha Káti két külön forrásból talált volna dátumot Attila születésére és halálára, amik két különböző időszámítás szerint számolták az éveket, ami Attila extrém hosszúságú életéhez vezetett. Káti már azt írja, hogy Attila halála után fia Csaba 13 évig volt Honoriusnál a nagyapjánál, és utána visszatért Szkítiába. Nos, egyetlen Honorius nevű császár volt a történelem folyamán, és ő 423-ban halt meg. Bőven Attila hivatalos 453-as vagy 454-es halála előtt. Azonban az első videó óta tudjuk, hogy Attila halálának a dátuma Júlián naptár szerint értendő, és a Honoriusé Krisztus szerinti akkor Attila halálából ki kell vonnunk 44 évet, hogy egy időségbe hozzuk a kettőt. Ha Attila halálából kivonunk 44 évet, akkor 409-et vagy 410-et kapunk, ami 13 évvel van Honorius halála előtt. Ez meg is magyarázná Csaba miért maradt a nagyapjánál Honoriusnál pont 13 évet, mert akkor halt meg a nagyapja, és feltehetőleg Csaba viszonya nem volt olyan jó a következő császárral. Kálti a magyarok második bejövetelénél a következő írja. Az Úr megtestesülésétől számított, 677. évben, 104 esztendővel Attila magyar király halála után, III. Konstanciusz császár és Zakariás pápa idejében, miképpen meg van írva a Rómaiak krónikájában, a magyarok másodízben jöttek ki Szittya országból. Ez a sor több okból is érdekes számunkra. Először is nézzük meg, hogy történik-e bármi 677-ben, ami akár kicsit is hasonlít a magyar honfoglalás történetére. A helyzet az, hogy igen. A Wikipédia szerint 677-ben az onugur bulgárok, miután vereséget szenvednek a kazároktól, benyomulnak a Kárpát-medencébe, ahol is letelepednek. Ez a leírás nagyon hasonlít Bíborban született Konstantin magyar honfoglalásról adott leírására, csak itt magyarok helyett onogúrok vannak, és besenyők helyett kazárok. Lehetséges lenne, hogy amikor az onogúr bulgárokról olvasunk a történelem könyvekben, akkor az alatt a magyarokat kell érteni? A nyelvészek mai álláspontja szerint a hungár elnevezés az ebből az onogur szóból származik, azaz a két nép neve gyakorlatilag ugyanaz. Tehát mint egy 200 év különbsége két nép, aminek a neve gyakorlatilag azonos, birtokba veszi a Kárpát-medencét. Visszatérve arra, amit Káti írt a magyarok második bejöveteléhez, sem harmadik Konstancius császár, sem Zakariás pápa nem volt hivatalban 657 ben de még csak nem is voltak egymás kortásai. Káti már ugye azt is írja, hogy a honfoglalás, amely hivatalosan 895-ben történt, 104 évvel Attila halála után következett be. Nos, történik-e bármi érdekes 895 előtt 104 évvel, azaz 791-ben? Igen, történik. 791-ben tört ki egy háború a Nagy Károly által vezetett frankok és a zavar kaganátus között, amit aztán a frankok megnyernek. Mit is írnak a magyar krónikák? Azt, hogy Attila halála után háború tör ki, Attila két fia, a németek által támogatott Aladár és a magyarok által támogatott Csaba között, amit aztán Aladár megnyer. Elképzelhető volna, hogy a történelmi nagykároly azonos lenne Attila Krimhildától származó fiával, Aladárral. Egyébként találtam egy érdekes párhuzamot kettejük között. Nagy Károly eleinte nem egyedül, hanem testvérével Karlomannal közösen uralkodott, és csak Karloman halála után lett ténylegesen a Frank birodalom uralkodója. Ebben az az érdekes, hogy Karloman orvérzés következtében halt meg, pont úgy, mint Attila. Kálti Márk adataiból egy másik honfoglalás dátum is kikövetkeztethető, Kálti ugyanis Attila halálának az évét 445-re teszi. Meghalt azután a magyarok pannóniai bejövetelének 72. az úr megtestesülésének 445. esztendejében, második Markiánus császár és első Galezius pápa idejében. Ha a honfoglalás 104 évvel ezután történik, akkor 549-et kapunk. Történik-e bármi érdekes 549-ben, ami a honfoglalásra emlékeztet minket? A válasz az, hogy nem. Viszont korábban említettem, hogy Kézai Simon a magyar honfoglalás dátumát 872-re teszi. A különbség a két dátum között az 323 év. Az első videóban már bemutattam ezt a zábrát, ami a különböző ókorban használatos időszámítási rendszereket ismerteti. Ha megnézitek, ezen a zábrán látható egy olyan időszámítás, ami az éveket Nagy Sándor halálától számítja, ami a Krisztusi évekhez képest 323-mal nagyobb dátumokat produkál. Ennél fogva feltételezhetjük, hogy a Gesta Hungarorumban a kézai Simon által használt dátumok jó eséllyel Nagy Sándor szerint értendőek. A képes krónikában elhangzó adatokról ennyit szerettem volna mondani. Mielőtt tovább haladnánk a következő könyvhöz, szeretném megemlíteni, hogy a német mondakörökben is felbukkan Verónai Detre, Dietrich von Bern néven. A német mondákban Verónai Detre, Attila Hun király és Ermenerik Gót király kortársként van megjelenítve. A gond ezzel azonban csak az, hogy ez a három ember a hivatalos kronológia szerint nem élt egy időben. Fennmaradt olyan monda is, amiben Dietrich von Bern Attilával csatázik. Továbbá ezek a mondák beszámolnak arról, hogy Attila feleségül veszi Brünhildát, akiről a magyar krónikák is beszámolnak Krimhilda néven. Egyébként Csaba és Aladár harcáról is beszámolnak német források, pontosabban Jordánez Gót történetíró. Jordanes arról ír, hogy Attila halála után fia Ellák megütközött a Gót és Gepida királyjal Ardarikkal, amely háborút Ellák elveszti. Haladjunk tovább a következő könyvhöz, az 1488-ban megjelent Turóciános János Féle krónikához. Mivel az itt elhangzó adatok nagy része egyezik a Gesta Hungarorum, illetve a képes krónikában elhangzókkal, ezért én mindössze egyetlen dolgot szeretnék belőle kiemelni. A hagyomány szerint Szent Orsolya és kísérői zarándok útjuk alatt Kölnvárosának ostroma közben haltak vértanú halált. Hivatalosan a történészek ezt 383-ra teszik, az eseményről Turóci is beszámol, aki Attila nyugat-európai hadjáratának az idejére teszi ezt az eseményt, bár eléggé bizonytalanul. Idézem. A Szent Szűzek halálát több történeti mű leírja, és bár haláluk időpontját illetően nem egyezik a véleményük, mégis elfogadhatjuk, hogy a Szent Szűzek halála Attila király idejében történhetett. Hiszen a hagyomány szerint Attila király seregén kívül más hunsereg nem ostromolta meg Köln városát. Számomra ez az idézet azt sugalja, hogy olyan évszámok állnak turóci rendelkezésére Szent halálával kapcsolatban, amik jóval megelőzik katilla nyugat-európai hadjáratát. Nézzük az utolsó könyvet, amit a magyar király szolgálatában álló olasz reneszánsz humanista Antonio Bonfini írt a Magyar Történelem tizedei címen 1497-ben. Zárójelben jegyzem meg, hogy itt a tizedek a könyv felosztását jelentik, és nem évtizedeket. Úgy tűnik Bonfininak már több mint 500 évvel ezelőtt feltűntek a késő ókor és kora középkor a furcsaságai. Az első könyv 5. tizedének a legelején az alábbi írja. Azonban csodálkozom, hogy az írók véleménye eltér dologban, és sok városnak a hunok miatt ez időben történt pusztulását egyesek a katalonumi ütközet előtt, mások utána említik. Mi pedig azoknak a sorrendét követjük pontosan, akik valószerűbben és elegánsabban írtak, mivel úgy látszik, hogy ezek jobb és hitelesebb forrásokból merítettek. Sőt, az időmeghatározásokban is akkora néha a különbség, hogy sokszor egyenesen hamisnak látszik az a történelem, amelyet a háborús emlékek a leghitelesebben tanúsítanak. Ponfini a korábban már említett szentorsolya életét Pontianus és Anterus pápa idejére teszi, idézem. Amikor a távozás ideje elérkezett, a pápa mennyei sugalatra magához hivatta a papi kollégiumot. Elmagyarázta, mi a teendő, majd sokak ellenkezésére lemondott a római egyházmegye püspökségéről, amelyet Pontianus pápa után egy év és körülbelül két hónapja viselt. A bíborosok azt hitték, hogy megbolondult, hogy vénségében nevetség tárgyaként kisasszonyokhoz csatlakozik. Nem értették, hogy égi küldött biztatta őt erre, aki közölte vele, hogy Galliában a szüzekkel együtt mártíromságot fog szenvedni. Ő azonban kitartott az elhatározása mellett, és a csodás életszentségű Anteruszt megtette utódjának. Ez az ugye csak annyi a gond, hogy Szent Orsolyát a hagyomány szerint a hunok gyilkolják meg Kölnostromakor, ami elméletben Attila nyugat-európai hadjáratakor történt. Azonban mind Anterus és Pontianus pápa a 200-as évek első felében élt. Ezt az ellentmondást megmagyarázhatja a Tóth Gyula elmélete, de Bonfini azt is leírja, hogy a gyilkosságot egy a hunokhoz átállt Julius nevű római katona volt a felelős, akit egy Afrikánus és Maximus nevű római hadvezér vett rá a gyilkosságra, mert zavarta őket a kereszténység térnyelése a birodalomban. Ennek az lett az oka szerintem, hogy olyan források is Bonfini rendelkezésére állhattak, ami Szent Orsolya halálát a rómaiakhoz kötik. Bonfini pedig megpróbálta összeegyeztetni a kettőt. Lehetséges lenne, hogy Szent Orsolya, amennyiben valóban élt, római keresztény üldözés áldozata lett. Haladjunk tovább. Bonfini Attila halálához a következő írja. A Pannóniába való bevonulás utáni 72. az isteni megváltást követően pedig a 405. évben hunyt el. Tehát Bonfini azt állítja, hogy a magyarok első bejövetele 333-ban történt. Nos, megnéztem, történt-e bármi 333-ban, ami erre az eseményre hasonlít. A válasz az, hogy nem. Azonban egy évvel később, 334-ben igen, ugyanis ebben az évben törnek be a vandálok Pannóniába. Haladjunk tovább és nézzük meg, mit ír Bonfini a honfoglalásról. Mint mondják, körülbelül 32 évvel ezelőtt, hogy Nagy Károly Itáliába a Longobárd birodalmat megsemmisítette, a hunok, akiket aztán magyaroknak neveztek, visszatértek Pannóniába, mert ha az évkönyveiknek esetleg hihetünk, az üdvösséget követő 744. az Attila halálát követő 304. esztendőben Leófia konstantin császárságának és zakariás pápaságának az idején jöttek vissza. Ezen a ponton gondolom már mondanom sem kell, hogy a honfoglalás bonfini által megadott időpontja 150 évvel történik a hivatalos dátum előtt. Szerintem két lehetőség van, vagy a magyar krónikák állítanak folyamatosan, következetesen valótlanságokat, vagy nagyon komoly problémák vannak a késő ókor és kor-középkor időrendjével. Amennyiben Heribert illégnek igaza van, és a pápaság a német-római császárság, illetve a bizánci birodalom intézménye áll az időbetolódást mögött, az azt jelenti, hogy más népek, amik kapcsolatban álltak ezekkel az államokkal, például a közel vagy perzsia népeinek a történelmében, anomáliáknak kellett keletkeznie, amikor megpróbálták az ő kronológiájukat összehangolni a megváltozott időszámítással mint azt a magyar krónikákban láthattuk. Sajnos nem áll módonban az ő elsődleges történelmi forrásaikat átnézni, azonban az előző kitalált középkoros videó alatt, amiben azt ecseteltem, hogy Mohamed proféta valószínűleg azonos személy lehet Arius püspökkel, egy Faisal nevű YouTube felhasználó felhívta a figyelmemet arra a tényre, hogy Mohamed proféta Heraklios kelet-római császárhoz írott levelében az Áriusok haragjával fenyegette meg őt, amennyiben nem tér át a muzulmán hitre aminek nem sok értelme van, ha elfogadjuk a hivatalos időrendet. Azonban, ha Tógyulának igaza van, és az Áriánizmus és a Mohamedán hit azonos, akkor az egész sokkal több értelmet nyer. Egy másik anomália, amibe belebotlottam, miközben The Historian's Craft, Persia and India Against the Step című videóját néztem, az az, hogy a szaszonit Perzsa birodalmat megtámadó lovasnomát kidaritákról nem számolnak be Perzsa források, ami azért elég különös. Be is játszom a részt a videóból. The actual evidence we have for these groups is, however, fairly sparse, even as the standards of ancient history go. Oftentimes, we are reliant on Roman, Armenian, or Chinese textual sources dating to the period, in other words, not Persian or Indian sources, or we are reliant on Indian texts which date centuries after the events they describe, and whose veracity has sometimes been called into question. A spekulálnom kéne, hogy ennek mi lehet az oka, az nagyon egyszerűen az, hogy a pártus és a szaszonit a korszak valójában ugyanazok az eseményeknek a duplikációja, amik a betoldat évszázadok és a különböző nyelvű és időszámítási rendszerek szerint írt források miatt megkettőződtek. De nem vagyok jártas annyira a perzsa történelemben, hogy ezen feltevésemnek alaposan utána tudjak járni. Ebben a videóban ennyit szerettem volna elmondani. Még kettő videót tervezek a kitalált középkor témakörében, de nem vagyok abban biztos, hogy meg fogom őket csinálni. Végszóként pedig szeretném felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy az első olyan íromány, ami Krisztus szerinti dátumokat használ, az hivatalosan 700 környékén íródott az angol szerzetes Szent Bede által. Minden az előtti forrás valamilyen más időszámítási rendszert használt. Mint mindig, ha bármi kérdésed van, nyugodtan írj kommentet, vagy e-mailt a leírásban található e-mail címre. Ha pedig eddig megnézted a videómat, azt köszönöm szépen!